mindenkinek. Egy olyan testvérpárhoz jöttünk ma, akiket mindenki ismer, legalábbis mindenki azt hiszi, hogy ismeri őket. Tóth Veráról és Tóth Gabiról van szó, és azért gondoljuk ezt szerintem, mert rengeteg újságcikket olvasunk róluk, és van egy képünk. Például az, hogy Vera a megfontolt nővér. A Gabi meg ugye a nyughatatlan, kicsit bohém húg. Hogy mi igaz ebből az egészből, az nem sokára kiderül. Hogy az is kiderül, hogy honnan indultak ők ketten, és hogy ki mindenki várja őket hazatapolcára. De mindenek előtt azt nézzük meg, hogy milyen az, amikor két testvér együtt lakik, de mégis külön, mert hogy egy házba költöztek nemrég. Itt is vagyunk. Valaki nézzétek meg, vészhelyzetek. Hello! Mentsék meg a házat. Gabi, ön belül van a ébren. Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönjük, hogy fogadtok minket. Biztos, ami biztos, írtam egy SMS-t, hogy legyen. Vera is ébren van. Jaj, de csinosak vagytok. Mondod ezt te. Úristen. Így, nem ez a walk up like this. Nem harap, csak a... Az új kutya, nem új annyira, nem, de már... Nem, bent van a Sanyi. Ő a Gizi, aki egy kicsit vérmes, mert hát... A Gizi, aki ugat. Jöhető? Gyertek, persze. Átmegyünk. Berakonjának. Itt nézzetek körülbelül, igen, átjár, ez halál, ez boldog. Most mindenki nincs lakom. Hát elég közel laksz a tesóthoz. Asztal. Én mi lakom itt. Ez nagyon jól néz ki. De szép így. Pandi, nem az van, hogy a két lakrész tök jól szimbolizálja a két lányt? Vagy valahogy van egy... Azt hittem a Gabinál amely... nagyobb lesz a kupi. Pedig én nem. Hát azért számítottunk rátok. Nem egy forgatásnak éljük ezt, hanem hogy jönnek a vendégek, úgyhogy mindent a legszebb pompájában kell. Megjöttek a kaposvári vendégek. A vidékiek itt vannak együtt. A tapolcai medence. Én már hazaköltöznék sokszor. Nagyon szeretem azt a környéken. Én nyugdíjas vagyok. Én voltam mindig a buli killer, mert hogy én egy órakor beoffoltam a bulit bármikor. Na ez biztos, hogy nem gondolja senki. Party arc, hát buli killer. Én voltam a buli killer. A buli killer, én vagyok a party arc. Anyukátunkat le? Anya, nagyon szerényen itt. Itt van már? Anyukám. Anya. Gyere. Itt vagyok. Szia. De jó vagyok. Azt hittem, van még egy tesultot. Hogy van ez a felállás nálatok, hogy ez a normális menet, hogy amikor Gabi Vera forgat, vagy fellép, akkor jössz és segítesz, Erika? Igen, így vagyunk. Kutyaszittelés, az unokák, ugye? Igen, most egyelőre ő a legkisebb, a Sanika, úgyhogy így van ez nálunk, úgyhogy jövünk. Én most egyelőre így nem dolgozom, és akkor besegítek a csajoknak, de nagyon sokan. Itt dolgozik. Itt dolgozom, tehát én vagyok a... De legalább nem az van, hogy a város két végén laknak, hanem mondjuk egy ajtó választja előket. Igen, mondjuk, nekem sokkal könnyebb, nekik már, tudjátok, lakva is mászik, de nem volt. Tehát jó, működik? Igen. Nem olyan régóta van ez a felállás, nem? Hogy együtt látom. Igen, de megvan a magánszféránk, tehát ettől függetlenül meg közben meg jó, egy ilyen biztonságot ad az embernek, hogy azért, ha bármi van, egy kicsit rosszabb napod volt este, akkor tök jó átülni, akkor megbeszéljük az élet nagy dolgait, meg kivel mi történt azon a napon, és... Mit szóltál, amikor hallottad, hogy összeköltöznek a lányok egy légtérben. Hogy? Nyertem egy nagyot, de aztán gondoltam, hogy felnőtt van. De miért, hogy ezt kikészítik egymást? Hát, szerintem két külön vehemencia vérmérséklet. Ugye a Verácska egy kicsit nyugodtabb, a Gabriella bőrgősebb, de aztán a végén működött, mert hát mondják, hogy lakva ismersz. Nem. Te teljesen jó voltak egyáltalán. Egyszer vagy kétszer, az előtt pedig, amikor nem együtt laktunk, akkor 10-szer is egy héten, tehát egymásra csapkodtuk a telefont. Igen. Szerintem az, hogy megismered a másiknak a ritmusát, az egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy megértsd őt. Nem tudom mennyire vagy, mert hogy tapolcára megyünk. Így van. Én is össze vagyok kapva. Csak el kell a kutyáinktól köszönnöm. Akkor az egy fél óra, mert annyi kutya van. Megyünk kutya búcsúzóra. Ez most dzsihád lesz. Gyertek ide! Mentem meg, hogy egyszerűen volna. Gyertek! Megjött Hugi. Nem mindenki jöhet be. Oly, oda nézzük. Ki csoda? Ő a Carlos, aki most az orrával ő beleharapott, úgyhogy most csúnya az orra neki. Ő a Millike. Ő meg a Lola.
Az nem ugrálunk mindenkire, mert nem mindenki szól. Van egy Lolájuk is. Lola, Mila, Carlos és Hugo. Mindegy, az elindulunk, a lányokat elvisszük haza, Tapolcára, hogy ezt említettük, de rengeteg olyan kaland lesz még, ami megmutatja egy picit azt, hogy honnan jöttek, kik is ők, és állítólag lesz velő spiritós is. Szia, anya! Szia, anya! Köszönjük még egyszer! Köszönjük! Valamit az otthoniaknak üzenni! Köszönjük! Megmondjuk! Szia, anyuka! Beült, közé vigyázz, ott van egy zsinór. Igen, látom. De a Csabit meg engedjük be oda hátra. Ne csukd be, engedd be oda a Csabit, hadd üljön be. Csabi, menjél be! Képen kívül beszáll. De ne legyen úgy. Csabi beszáll. Rendez, műsort vezet, instruálja a nővérét. Így van. És irritál. Annyi mindent tudsz egyszerre csinálni. Hallgass rám, Nyugi. Nektek mi a csillag? Sanyi, bújj elő nyugodtan. Mi horoszkóp volt? Ő vízöntőjén rák. Aha. Jó. Neked valami más is van ott. Itt ne hagyj. Menjünk! Neked tuti van valami tűzjegyed, valami oroszlán vagy skorpió, tuti, hogy van valami benne. Hány év van köztetek? 6,5. 6,5. És én vagyok a fiatalabb. Ah. Bár ez nem lehet. Nem, mert hát jól nézek ki azért. Jól tartom magam. Nem balra kell... Mit csinálsz? Jobbra, jó fele van. Szeretném mondani, kedves nézőink, hogy az elviszlek magammalban, ilyen soha nem történt. Nem fulladtál le a túrót? Nem fulladtam. Jó, de automata kocsi. Elektromos. Igen, szóval az úgy könnyű. Ennek nagyon fönt van a kukunk, meg kell szokni. Persze, nem te vagy. Minden autót meg kell szokni, gyerekek. Szóval jöttem bele először. Ki vezet jobban közületek? Tudom én, szerintem mit kettőnk jól vezet. A diplomata és az őszinte. De Gabika, szerintem én is kurva jól vezetek, már bocsánat. Az van, hogy a Vera jól vezet, ha figyel. Csak ő nagyon sokszor, ugye halak jegyű, ezért ő nagyon sokszor ilyen minden halak Disneyland. Mindent meg tud magyarázni a Gabi a csillagjegyek. Disneylandben vannak, és nagyon sokszor ugye elkalandozik, tudod, és Vera! Akkor ez pont olyan, mint a Bandit. Ez nem is igaz. Bandit én és nagyon jól vezetek, itt te vagy a Vera. Az is vízi, hogy... Mi közöttünk, te nem, vagy te a Vera. Vagy a Vera. De ha nem figyelsz oda, akkor mikor nanoszekundumok voltak, hányszor hívtad fel az apát? Apa, csak egy nanoszekundumra néztem le az éve, és belement valakiben. Csak lenéztem egy pillanatra szépen esküszömet, megállt hirtelen. Nekem még hála Istennek soha nem volt semmi. Jó, azt hallottuk, hogy a Gabi, te egy éve voltál otthon, Vera, te? Körülbelül én is. Nagyanyámnak ott vannak a percei, amiket le lehet dumálni, és akkor ő fölhív minket. De egyébként nektek ő ilyen második anyuka is, nem? Tehát, hogy... Ó, mindegyik nagymamánk. Most az egyiket fogjuk meglátogatni, igen. Meg az apu anyukáját és az ő kedves nem megyünk. Férjét. Hát most a Kálmán mamához nem megyünk, mert a mama nem ér rá. Jó. De mert nagyon elfoglalt. Igen, 81 éves lesz, úgyhogy ő neki mindig van beosztott programja. Ki a híres cuni mama? Apunak az anyuka. Akihez ma megyünk. Cuni. Igen. Több mint 100 éves ez a parasztház, illetve ez a kis pince. Hát a mamáig is ott. És a nagymamám született. Ott született. Tehát, ott a házban? És ott is éltek a több testvérével együtt. És ott ment férhez, tehát ott volt az esküvőjük is. Lokálpatriótának mondanám. Ja, abszolút. És rengeteg esküvő volt, rokonok esküvője annál a háznál. Hát pince, egy szobában éltek. Egy szobában éltek 5-6-an annak idején, és lavoárból fürödtek. És most lett rendes angol WC, meg ilyen, tehát ilyen tényleg komfortosító az nem egész sztori. Nem régóta van, igen. Tehát mi is elég ilyen nomádba nyomtuk, ha ott voltunk. Ottyantós volt? Persze. És az esővízből fürödtünk. Az nem rossz egyébként, csak amikor már a csiklandozza a család az embernek fenekkel, az már azért a nagypapám arra ügyelt, hogy ne csiklandozza. Arra vigyázz. Tehát csak akkor szedtel ki a család onnan. Azt ígértük a nézőknek, hogy olyan oldaláról mutatjuk meg a tótlányokat, ahogy eddig nem. Sajnos magunkat is. Csak te magadat, én itt visszafogottan izélt. Igen, te nem mutatod meg az igazi arcodat, tudjuk. Igen. Akkor nem szedtel a család, hogy rosszul nem csiklandozz a családot. Mert tiédet kikerülni? Az én segem csiklandozza a család. Csináld még azt a fúzt. Jó, de jó közel. De lett egy-két jó, úgyhogy majd a buszba megnézzük, hogy sötétebb van, jó? Jó. Itt van rá. Ja, hoppá, sorry vagyok. Mondtuk ennyire erősen.
Azt hittem az az, de közben ez az. Jó. Megérkeztünk? De az a bejárat, ugye? Nagyon népszerű nézve. A méltán híres gyulakeszi autós pihenőbe, ahol egész országban is merik a velőspiritós. Ide üljünk ki. Ide vagy ide? Oda. Aha, és tudjátok, a járásra Bandi mondja, mit csináljuk, ha akarsz az árnyékba menni, akkor... Minden árnyékba. Jó, fél árnyék, az tökéletes. Jól is nézünk ki, fél árnyék. Ez a híres velőspiritusozós? Igen. Igen. Miért híres, hogy miről? Igazából nagyon jó a velőspiritus. Kegyetlen jó a kaja. Ugye nekünk az anyánk szerette nagyon a velőspiritust, erre emlékszel? Igen. Nagyon. Azt is szerette, amikor csak így kiütött a csontból. Igen, így reagáltam rá, amikor... Majdnem minden hónapban egyszer eszem velőt, csontvelőt. Tehát, hogy ezt a velőt. Úgyhogy most én... Miért? Hát ez nem csontvelő, ez milyen velő? De ez is olyan velő, csak nem. Valamelyik agyvelő szerintem, igen. Én megkóstolom. Állítólag egyébként a majom agyvelő, az állítok a világ egyik legfinomabb étele. Ó, figyelj. Hát, Gabi, jól vagy? Én ilyenkor teljesen más, én most már csak a Gabi egyáltalán nem bírja ezeket a dolgokat. Úgy érzem itt az utazásban már kiderült, hogy a Gabinak mindenféle fóbiája van, ugye? Igen. Hát én hipomander vagyok. És van nálad egy egész pakolta? Hipomander vagyok. Igen, büszkén mondta. Bocsi! Csak már akkor ezzel talán egy kicsit felmentem magam, hogy miért vagyok ebben. Mit tettél az, vagy miért? Hát igazából sok olyan dolog történt velem, ami miatt orvoshoz kellett mennem, és akkor mindig rossz élményeim voltak. De mi, és akkor ez így. Miért orvoshoz kellett? Hát igazából nem is nagyon szeretnék ezekről beszélni, de voltak mindenféle jó indulatú dolgai, májammal gondolok, és nagyon vissza ijesztegettek a dokik, és én nekem kialakult ez a hipohondria. Én nem féltem semmitől, csak így szépen az évek során, ahogy mindig valami történt, ez egy rossz blokk. Elkezdtél félni az élettől. Meg egyszer neki volt egy néptáncos társa, aki egyszer összeesett az otthon a kertben, és meghalt 17 éves korában. És Gabival szerintem bennem is egyébként ott ki, volt egy olyan, ez egy olyan trauma volt, hogy ott alakult ki, utána egy hónapra rá lett az első pánikrauma, és akkor ez így azóta van. És nekem is. Azt akartam mondani, hogy mind a kettőtök tapasztalta a pánikrohamokat, a pánikbetegségeket. Más miatt ezek szerint, tehát máshonnan erednek a... Hát ki tudja. Nekem... De ezt visszaszálasztátok, hogy ez miért van? Szerintem nekem ilyen tinédzserkori hormon, pubertáskori Az is, meg azért egy ilyen ősbiztonságérzet, ami úgy kialakul, az valahogy nálam nem sikerült így a családdal lesz. Később pótoltam, mondjuk ilyen 22-3 éves koromban pótoltam azt. Leimmel, meg anyukámmal. Volt egy olyan lázadó, jaha, tehát hogy nem volt, ugye ezt mondtátok már, hogy az édesapátok sokat dolgozott, és hogy, igen, hogy hajnalban kelt, és többi. Megkaptunk, hogy mindent elláttak, de hogy volt egy olyan, hogy a maga a lelki részével már nem volt mindig feltétlenül idő foglalkozni, és akkor ez így később csapódott ki, de aztán ezt így bepótoltuk. Igen, mert most a család nagyon, igen, nagyon össze van zárva. Igen. És de hogy Vera, te neked azért volt 20 éves korodban is, tehát hogy nem csak ez a tínédzserkori hormonális dolgokra beszélünk. Egyszerű, hogy testalkatból fagadó. Egyébként mind a kettőnknek van ez azóta is. Tényleg? Ezzel nem nagyon lehet kigyógyulni, ezzel meg lehet tanulni együtt élni igaziból, de hát én szerintem nagyon jól csináljuk. Szerintem ebből ki lehet gyógyulni. Én azt gondolom. A hipohondriából Szerintem a szorongást kell az embernek, tehát hogy valaki ilyen akut szorongásban van, tehát folyamatosan azt érzi, hogy valami, tehát a szorongás okát kell megkeresni, a szorongásból pedig fakadnak a pánik tünetek, ugye, ami... Doktortót. Azzal kell elmondani, hogy jó milyen beásni, és jól elkezdeni ezen dolgozni. Ez nagyon nem olyan, nagyon nem egyszerű. Megkevesen vállalják azt, hogy ő belemegy a saját lelkébe milyen. És pedig nagyon jó. Például kértetek, vagy kértél segítséget, vagy ez hogy, vagy egymás segít, vagy hogy épült ez nálatok ez a munka? Hát nekem van egy természetgyógyászom, aki ezt 14 éve járok, és nekem ő segített nagyon sokat. Voltam pszichológusnál, de azt gondolom, hogy azt mindig kell, hogy az embernek legyen egy jó pszichológusa, aki rendbe tartja mentálisan, és azt, hogy tényleg milyen időszakokban vagyunk akkor. Vagy egy jó mentora, vagy egy jó... Így van, igen. De hogy én spirituális vonalról közelítettem ezt a dolgot meg, és nekem ez segített. Úgyhogy én azóta is járok a mindenki Erzsikéjéhez, és nézik ezt a... Én spirituális és tudományos vonalon is megközelítem, mert tudományosan is végül is, igen, nagy kontrollal. Úgyhogy, ja. És te hogy?
Nekem van egy pszichológusom, úgy hívják is Szí Katalin, ő a Péterfi Sándor utcai kórháznak az onkopszichológus, és az elfogadást nagyon jól tudja tanítani, hiszen a rákos betegeknek ő segített régen, legalábbis ő se bírta már lelkileg ezt, úgyhogy abba hagyta szerintem. De segítette lelkileg a rákos betegeket, ugye a haláltudatát elfogadtatni, és aki a haláltudatát el tudja fogadtatni, az nagyon sok minden mást is el tud fogadtatni az emberrel. Ezért egészen kiskortól fogva kibogoztunk mindenféle ilyen, ilyen gyökeret, kicsit hasadt tudattal éltem az életemet, azzal, hogy én nekem vékony tudatom van. Hát, hogy volt időszak, amikor azt mondtad, hogy oké, én ilyen vagyok, elfogadom, aztán akkor ebbe borultál bele. Volt olyan, amikor én szóval halálosan el voltam magammal. Hát mi beszélgettünk az elviszlek magammalban, beszélgettünk. Mondtad, hogy én tök jó vagyok, volt a pasid, szereti, még mutat, és szereti, hogy így fogdoshat. Még ebből volt a 67 címlap, abban az egy mondatban, emlékszem? Nem, igen. Hát mert mindenki a testeddel van mindig elfoglalva. Mindig, de egyébként érdekes, hogy a szakmai életem pedig annyira erősen ott van. De mondjuk a Gabinak a testével is el vannak, csak másként, hogy hány tetkója van. Például most látom, hogy milyen haja van, miért ilyen, miért olyan? Csak egy apró valami. Csak ez látszik, tudod. Tesztelt, hogy persze, csak szerintem nincs ebben ennyi. De most ugye azért az elégedettségi ráta, az mondjuk 10-es skálán. Még egy 5-ös. 5-ös? 6-os. Még nem, tehát még nem vagyok kész, én úgy érzem. Most elkapta a gépszé, és mindenáron ezt a teljesen gebe vékony ént hajtja, amitől én rosszul vagyok, megmondom őszintén. Nem csak igazából az, mert az a vera, bennem, hogy... így annyira tel egy dögös nő, és mindenki így szereti, és az, hogy ő ezt a modellalkatú nőket hajtja, amikor azoknak sincs boldog párkapcsolata minden. Nőket de. Mennyit akarsz még ledobni? Hát még 20. Még egy 15-öt biztos, tök jó lenne. 10-es, 15-öt. Te 60 kilós szeretne lenni. Igen, én annyi szeretnék lenni, mert én annyi vagyok belül. Ezt nem érti, ezt nem érti. Én nem a modelleket nézegettem, engem nem érdekelnek a modellek. Engem az érdekel, hogy én milyen szeretnék lenni. Menjük le ide. Ez sajtos velős? Ez sajtos, ez nem érint téged még most. Ez még nem? Jó, oké. Okay. Bemelegítés. Egyébként, de jó. De mi lehet, én is megkóstolom. A sajtosat, Bandi? Nem vagyok egy belsőséges kajáról. Eleben bensőséges vagyok. De ez agy, ez nem belsőség. Tényleg, ez külsőség. Nem állok készen. De te is megkóstolod. Nem. De anyánkra való tekintettel Isten nyugosztalja. Igen, de szerintem ő megengedi, ne kóstolja. Nem, megkóstolod. Nem agy, nem belő. Nagyon jó. De nézd meg rád, hogy ez itt tök jó. Az van, hogy tök jó íze van, csak egyszerűen nem tudom elfelejteni, hogy belül. De nagyon jó íze van. Friss. Ezt a sajtosat, ezen nem is friss, látszik. Friss, üzves, borsos, nagyon jó. Jó étvágyad. Én megeszem a meleg szendvicsemet. Akkor családunk képviseltette magát belőlevésben. Igen. Barika, másik felét. Köszönöm szépen, nem kérem. Jó, én a Gabi féle tripla sajtos hambit nyomom. És a jegyzőkönyvedét, ez itt a két drága operatőr kollégáé, nem a miénk. Gyerekek, teljes kaja. Teljes. Nekem is most tudnék. Nálunk ezt úgy hívják, hogy elért minket a juhászbetegség. Hát a juhászbetegség? Szóval mit kell tudni Kati néniről, akihez most megyünk? Kati néni volt a középiskolában az énektanárnőm, aki engem felfedezett. Jó, újra itt van. A helyi tájszólás, ugye nekünk is megvan, hát így beszélnek itt az emberek. Nyugodtan beszélgethetek. Nem, csak annyira röhögtem, hogy jött a bácsi, és így betrollkodott az egész felvételbe. Szóval itt a bíróság mellett a kórház a szemben a rendőrség, és a tér, a művelet is. Jaj, de csinos! Ez igen! Oda! Aztán minden itt, Katinéni! Hello. Becsini volt. Azt a mindenit. Be fogunk menni oda, ahol sokat szerepeltünk régen. És milyen szép lett. Igen, és minden gyönyörűen fel van újítva. Azt a mindenit. Ez nem semmi. Nagyon édes. Mi voltatok itt utoljára? Hát amikor átvettük az utolsó kitüntetést. Hogy tetszik emlékezni, mi volt az első? Melyik lánynál mi volt az a pont, amikor na, itt van valami plusz? Hát a Veronikánál az volt, amikor... Már jó. Ugye,
szakközépiskolába helyettes énektanárnak mentem egy évre. Tényleg helyettes? Igen, nem, mert a gimibe tanítottam, és akkor egy évre megkértek, és ott egy nagyobb részt fiúkból álló osztályban én meg szoktam mindenkit énekeltetni. Hát ami nagyon nagy ellenállás szokott szülni, de minden borzalmas volt ott a, olyan szempontból, hát egy nagy zsivaj lárma, meg ellenállás, ugye? És hát névsor szerint szépen, mindegy, nem muszáj volt, tehát nincs itt ilyenkor az, hogy nem, nálam azt azért tudják a lányok. És hát elérkeztünk a T betűhöz, azon ja, is Verához, és mondtam, hogy mit szeretnél énekelni. Addigra már nagyon felfokozott hangulat volt, úgy, hát háborogtak, hogy nem akarnak énekelni. Igen, és óra vége felé is volt, és mondta, hogy a Különös éjszaka című dalt. Hát mondom magamban, hát ez nem lesz egyszerű végighallgatnom így póker arccal, mert addigra már elég sok minden ilyet végighallgattam. De Jézusom, a Különös éjszaka. Igen, és mondtam, hogy ongora kísérettel vagy anélkül, inkább kíséret nélkül. Hát mondom, még nehezebb? Igen. És akkor felállt, és elkezdte énekelni, és ez tényleg, ez még most is bennem van ez a pár másodperc, hogy 20 másodpercen belül ott olyan néma csend lett, pedig ez addig sajnos nem az volt a jellemző. És hát végig énekelte nagyon szépen, gyönyörűen tényleg. És akkor, ó, mondom magamban, micsoda kincset találtam. Halleluja! És akkor nekem már megvolt ez a Tapolc egy musical stúdió néven, akkor még nem így, de hát végül is a gimisekből gimnáziumi volt, gimnáziumi szakkörként futott. Igen. És akkor hát mondtam a Verának, hogy délután próbánk lesz 4 órakor, és ott várlak téged, ezt eléggé szigorúan ezt mondtam. Úgy, hogy tényleg, hogy nincs kecmec, jönnöd kell. És a Gabival, hogy jött létre a kapcsolódás. Az mert aranyos volt. Az meg aranyos volt nagyon. Ott meg az volt, hogy a Gabi jött a Verával, ugye, mert a Gabi nagy néptáncos volt a Bacsányi Táncegyüttesben, ami egy nagyon jó színvonalas táncegyüttes, még most is itt Tapolcán, és ő ott szóló táncos volt már, és hát jött a Gabi a Verával próbára, de volt úgy, hogy a néptánc helyett is oda jött, és a vége fele. És hát ugye lejött velünk Kecskemétre, én azt nem tudtam, hogy neki esetleg fellépése lett volna esetleg mondjuk a Bacsányi Tánc együttessel is, és pedig volt, és lett volna, és jött velünk, és ups, na most lebukták itt. Úristen, Katinén, én erre nem is emlékeztem, most ugrott be. De a Laci bácsi is Laci bácsi, úristen. És akkor a Tánc együttes ugyancsak szigorú vezetője, aki körülbelül ilyen alacsony, mint én, de nagyon szigorú szintén, bácsi, az egyszer csak jön szembe a Tapolcai utcán, és akkor mondja, hogy Katikám, hát hol van a Gabi? Hát mondom neki, hát hol? Hát nálad táncol. Dehogy nálad táncol, hát nálad énekel. A Katinének köszönhetjük azt, hogy úgymond ki lettünk mozdítva, mert nem biztos, hogy mi magunktól ezt észreveszünk ilyen formában. Igen, és nagyon szigorú volt. Igen. Tehát azért ő nagyon jó fej volt, tehát bármikor el lehetett vele borozgatni, meg bulizgatni. De meg, ha meló volt. De ha az volt, hogy valamit elcsesztél, akkor odaállt eléd, és úgy leteremtett, hogy a világodat nem tudtad utána, azt se tudtad, hogy honnan jöttél ki az anyád és az apád. Kati néni, az mennyire gyakori, hogy egy családban két ekkora tehetség van, és nem csak, hogy két ekkora tehetség van, hanem fel is fedezik őket, és utána meg is találják az útjukat a közönséghez, országos közönség. Hát nagyon-nagyon ritka. Tehát ez tényleg egy olyan kincs, komolyan mondom, hogy az életem egyik legnagyobb élménye, de ezt komolyan mondom. És mind a két lányt alkalmam volt ismerni, és hogy tanítani, és ráadásul két nagyon aranyos emberről van szó. Tehát mely emberileg sem mindegy, hogy milyen egy tanítvány, mert azért ezek között, a tehetségek között azért van elég nehéz személyiség. Akkor is volt. Személyiség. Akkor is volt. Nagyon volt, meg van is. És velük nem volt nehéz ezek szerint? Nem, először is nagyon elhivatott lányok voltak, ők már egészen kicsiként, nagyon tisztelettudók, ami nagyon lényeges. Mi volt más ebben a családban? Nagyon nagy a szeretet, és annál nem is kell több szerintem. Tehát, hogy a támogatás maximálisan mindkét lány felé megvolt, és a szerető háttér a szülők részéről.
hogy ők feladták egyből az itteni állásukat, amikor úgy látták. Én ezen én magam is, mint szülő elgondolkodtam, hogy vajon én ezt meg tudtam volna tenni. Tehát amikor a Verának, legelőször a Verának ugye szüksége volt arra, hogy felköltözzenek Pestre, és hogy ők gondolkodás nélkül ezt megtették. És ez egy nagyon nagy dolog szerintem. Ez a legnagyobb, amit egy szülő adhat. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és hogy meglátogathattuk meg, hogy ebben a szép színházterembe beszélgethettünk egy jót, és igen, megyünk tovább. Lányokkal még van néhány látogatnivaló itt a Polcember környékén. Itt vannak a Tóth lányok, igen. Rákérdeznek, Tóth lányok? Igen, mert a mama ide szokott jönni egyébként. Tudom, hát tudom. Cuni mama. Irénke? Igen. Nem, a Cuni mama. Igen. Belekomponálhatom önt a képbe? Nem baj, hogyha fölveszem, jó? Ő gyomor bypass műtött, és nagyon jól néz ki. Igen, mennyit tetszett fogyni? 68. 68 kilót? Azt a mindeni. Az igen. Akkor lefogytunk együtt egy 100 kilós ember. Csak így, de a becses neve? Becses neve. Kereszt neve. Mária, hát ilyen gyönyörű neve van, akkor azt írjuk. Te balkezes vagy, Vera? Igen. Mindenki balkezes nálunk. Te is az vagy? A Gabi nem. Köszönöm az internetet. Most is hoztam. Csak anyu, apu, Vera balkezesek, én egyedül jobbkezes lettem. Jó egészséget kívánok. Köszönjük. Nagyon jól nézel ki. Sziasztok. Hello. Viszlát. Engedd ki, Gabi! Nem! Na jó, nem! Na jó, na gyerünk, amíg még nem foly, nem! Nyílik a háló tanya, sejbe sokat kóbogtatom. Majd itt kell fölmenni balra. Itt balra, szedjön egyre. Nyisd ki, babám, az ajtódat, sej erezd be a galamb. És add ide a pici szádat, sej, ha csókolok rajta szádat. Ennyi volt, pont most akartam. Majd, hogy koppanásig megyünk. Mamikám! Kezi csókolom! Jó napot kívánok! Köszönjük a kezdet! Bulira, mama! Ez a Tóth Vera. Igen. Ez meg a Tóth név. Tóth név, mama. Szia. Egyem a szívedet. Drága szíveim. Szia, mama. Szia. Szép a fülbe valód. Nagyon szép. Cuni, mama, de hiányoztam. Ugye, hiányoztam. Egy éve volt itt. Mondtuk. Több mint egy éve. Látod, nekik köszönhető, hogy letudtak minket végre kapcsolni az életről. Mama, boldog születésnapot, mert most volt a szülinapod. Köszönöm szépen. Én meg köszönöm. Egy ilyet, ez megmarad majd. Ez megmarad, igen. Tetszett Süpi pogácsát? Igen. Na. Nagyon finom. Meg van pálinka is. Megkóstolom, köszönjük szépen. Gyönyörű a hely. Nem baja, letegeztelek bennetek. Dehogy is. Megköszönjük. Ti is tegezzetek nyugodtan. Én megszólom. Egészségetekre, Gabi. Köszönjük szépen a vendéglátást. Köszönjük a vendéglátást. Sanyikám, te is kaptál egyet, tessék. És ez rokonságból származó gyümölcspálasz. Laboros. Milyen? Laboros. Laboros? Az mit jelent? Hát van egy olyan kis labor, nem nekem, hanem a húgomnak. Megkérdeztem, te honnan vesz? A laborból. Laborból. Ja, hogy házi labor. Házi labor. Ja, oké. Okay. Illegális pálya. Akkor ez egy igazi kemikália. Na, nem, nem rossz. Ugye, én nem fogom megválni, megígérem. A szobor nem rossz. Már a szoborra. Hú, ez... Kérek egy fogácsát. Ne beszéljetek egyszerre a mamával. Ja, bocs. Ez nálunk egyébként nehézen kivitelezhető, hogy ne beszéljünk egyszer. Ez egy ilyen beszédes család, igaz, igen, mama? Nagyon. De kitől örökölték ezt? Ki volt a beszédes a család? Mindenki, ne? Hát ők a beszéd, azt tudom. Hát a mama zavarban van, úgy érzem. Én voltam a nagy beszédes. Te veled mentünk, angyalka. Feloldok, elmesélem a sztorimat, mert nekem van egy kapcsolódási pontom. Na. Hogy nem tudom, hogy tetszik emlékezni rá, de a feleségem nagymamája, Tapolcai, Rádi Sándorné, tetszik emlékezni rá, ők elvileg együtt dolgoztak. Ja, Istenem. Igen. És már meghalt. Igen, 10 éve, igen.
És hogy ők a családban a cuni mamát szokták emlegetni, mert hogy ugye a mamának Erzsi néni volt ő, és hogy ő neki rengeteg sztoria volt. És most ki a Rádi? Rádi a lánya, Rádi Erzsébet, ő az anyósom. Én főztem ki a lakodalmát. Meséld, amikor megszülettem, milyen volt, mit csináltak? Elmentünk Ajkára fodrászhoz, rokonságban volt egy kis fodrászcsaj, ingyen megcsinálta hajamat. És nem 5000 ér? Hoppá! Bocsánat. Nem egy 5000 ér. Hazaértünk, az Erikának is megcsinálták szépen a haját. Anyának. De ő már nagyon erős terhes volt vele, és már nem értek haza. Ajkáról Tapolcára bementek a borsai. De ez de velem volt? Ez velem volt. Én már benültem a fürdőkádba, hogy fürdöttem, és hazavittek engem, mert együtt voltunk Ajkán. És hát mert Valentin napra voltak írva velem, csak megjöttem előbb. Csörög a telefonunk, fiam azt mondja, anyu gyorsan készül, hogy más ne bávi, nem is értünk haza, Zerával bávittem a kórházba. Kicsit gyorsan jött. Jut az idés. Hát szélvész kisasszony. 8 hónapra akkor megszülettem, jó besárgulva, vérsűrűsödve, rohantak velem Veszprémbe, de aztán csaváló lettem. És kivittem el kerül a pólyát. Kikeményített fehér pólyát. Lerakott fehér. Csipkeivel körbe a szélre. Kijön a hölgy, hogy ebbe öltöztették, hoztuk haza, mert én is odoltam érte az apjával. És akkor mondta, hogy kivasalta ki a pólyát. Ilyenre már még ő ilyen pólyában nem rakott gyereket. Látom, hogy special. Milyenek voltak a Gabi meg a Vera? Jaj, egyem a oda megyünk a papám! Egyelek meg te! Egy vasárnap délután volt. Milyenek voltak ezek a lányok, amikor itt kicsik voltak, és itt hát szaladgáltak? Nagyon szépek, nagyon ügyesek. Természetesen. Semmi gond soha nem volt velük. Mit csináltunk? Semmi rossz esemény. Meséld már el, hogy ott mi történt azon a tetején. Hallottam én itt valami, hogy valaki beleesett valahova. Ja, igen, igen. Itt a szomszédéknak van egy ilyen tölcsér alakú nagy, még kibetonozta, és nem volt lefedve. Ilyen vízokna, vagy egy vízbigyó. Odafolyt a csatornából a víz, és ugye Gabika ott nagy szüret van. Hát szüret volt, szüret itt volt. Ültek, éppen ebédeltek a család. Békákat keresgéltem meg. Én ott lent homokoztam, a szomszéd megengedte, hogy használjuk a homokozót, amit mennyi a unokáinak. Én 5 éves volt. Négy. Te meg 7. Aha. És egyszer csak azt hallom, hogy vagy azt látom, hogy Gabi elveszett ebben a kacsaúsztatóban. Hát bele. És beszorult a tölcsérbe a feje. Tudod milyen? És én meg rángattam ki. Jézusom. Csak tölcsér hát fuldokoltam. És akkor én elkezdtem rángatni kifele, és üvöltözni, lábára. Hogy anya, gyere gyorsan, mert a Gabi. De addigra, mire leértek, addigra Gabit kihúztam. És úgy elvertek, mint ahhozat, mert azt hitték, hogy én lögtem. Úgyhogy jól megvettem seggezve. És aztán mondta Gabi, hogy nem, a Vera azt mentett a meg. Nagy dús haja volt, hosszú haja, és az csúron visz persze. Az anyukája kapta be a kocsiba, vitte haza meg. Akkor ijegység volt. Hát emlékszem rá, pont még emlékszem is. Még hallgatva is durva. Trauma, mert azóta nem nagyon merészkedtem oda, csak így messziről rámertem most nézni, de van, nem mertem oda de menni. Már pedig tetővel ellátott. 26 évvel történt. De még mindig beleborzolsz. De aranyosak vagy. Na most mi is bújjunk ide, jó. ide eléjük is, és akkor legyen benne mindenki. Na. Ez vissza fog számolni 2-től. Na most. 1, 2, na még egyet. 1. Így, szuper. Köszönjük. Majd tudálj, mert attól extázisba kerül, és egyre jobban integet tőle. Tudálj, Csabi. Azaz, figyeld, egyből nyomja, látod, mondtam én. És mi nektek ez a hely? Nekünk ez a nyugalom szigete. Itt Monoszlón. Nagyon szeretjük ezt a kúriát, és az egész magáért. Ez ilyen vonzástörvénye is akar lenni, amikor itt vagyunk, hogy egyszer legyen nekünk is egy ilyen
Ilyet szeretnétek majd nyugdíjas éveitekre? Nagyon jó lenne. Hát nem egy ekkora, hát de egy ilyen... is megelégszünk. Csöcskével néz ez a kis ablak, ezzel a kis épületet. Kis terasszal. Itt? Ez a vége? Itt? Szóval, nem vagyunk annyira kicsit. Már reggel 9 óta nyomjuk. Miért mit csináltatok? Forgattuk egész napot. Egész szép jó napot. Jó napot. Jaj, de szereti ezeket a lányokat. Én imádjuk egymást. El sem engedem őket. De hogy van az, hogy bárhova megyünk, mindig ezt látjuk, mindenki titeket ölelgetnek. Nagyon szeretnek az emberek, meg szeretik a misit. Van egy olyan dolog, olyan otthonos anyaérzés, kanyú komplexumokat kapok ilyen. Konkrétan azt érzem, hogy hazajöttünk és vártunk. Fedzegettünk egy témát, ami engem érdekel, hogy talán ti kérdeztétek, hogy én nekem mondták-e azt, hogy a tesód árnyéka, meg mit tudom én, igen, és hogy így ennek kapcsán sokat kérdezik tőlünk azt is, hogy mi rivalizálunk-e. Tehát, hogy ne, vagy mi ugyanabban a szakmában vagyunk, nagyjából ugyanazt futottuk végig, hogy nálatok van ez, hogy megkapjátok, hogy ti le akar, tehát jobb akarsz lenni, ismertebb akarsz lenni, nagyobb slágert akarsz lenni, nem tudom, tehát volt-e valaha ilyen, illetve köztetek egyébként zeneileg volt-e valaha rivalizálás? Az van, hogy kifele a Vera egy sokkal szerethetőbb karakter, mint én. Tehát én sokkal megosztóbb vagyok. Nem így van. De hát ez nyilvánvaló. Szerintem ez, hogyha megnézzük a bulvárt, meg az egészet, meg azt, hogy mondjuk kihez hogy viszonyulnak, a Vera egy sokkal kellemesebb személyiség, úgymond, mert én egy kicsit ilyen vehemensebb vagyok, vagy vadócabb vagyok, megosztóbb vagyok az embereknek. Vadabbnak tűnsz és nyilván ezért kinézeted miatt, meg ilyenek. Ezért engem ilyen szempontból több támadás ért, de azt gondolom, hogy ezt évek során, ahogy így letettünk valamit az asztalra, és bizonyítottam, és kijöttek a dalaim, vagy jó ügyek mellé álltam, vagy díjakat nyertem, így ez lekopott azért, tehát ennek az éle azért egy kicsit kopott. A rivalizálás az a színpadon megvan köztünk, tehát hogy de egy ilyen egészséges, tehát hogyha az egyik énekel egy nagyot, akkor inspirálja a másikat, és akkor akar egy még nagyobbat, de nem is biztos, hogy ez rivalizálás, hanem ez inkább ilyen inspiráció. De beleszóltatok egymás zenébe, hogy no, ez ne így legyen meg. Kritizáljátok egymás, vagy hogy a jó értelemben. És megfogadjátok a másikat? Meg. Például Vera Tándon azzal kritizálom, én mindig arra próbálom őt motiválni, ösztönözni, hogy nagyon jó dalszerző is, tehát nagyon-nagyon jó ötletei vannak, hogy nem mindig mások dalait, feldolgozásait énekelje. Egész nap, amikor valaki megdicsérte, ezt mondta. Igen. De hogy én nagyon nyers vagyok vele, de én nagyon, a Verára én nagyon felnézek, és nekem ő mindig, tehát én amikor a Megasztárban is volt a Vera, én úgy néztem rá, mint egy istennőre. Tényleg, tehát, egyébként. Hogy így, fúristen, ő az én tesóm, tehát, hogy, de tényleg, és ott lóbáltam azt a rohadt transzparenst, így meg 3 órán keresztül mindenki. És a könnyei a fekete haján. Ő az én tesóm. És hogy én mindig azt látom benne, hogy ő olyan tehetség, hogy ő olyan különleges adottságai vannak, hogy szerintem neki többet kéne saját dolgokkal foglalkozni. Ebben igaza van, tehát én múltkor... Mert ő hajlamos arra, hogy jó, elmegyek, aztán éneklem az Aretha Franklint, amit úgy énekel, ahogy senki nem tud itthon. Nem, egyébként nem. De hogy én meg mindig mondom neki, azt gondolom, hogy nekem jobb az, hogyha szereznek dalt, mint hogy én írom, de tény és való, hogy abban igaza van, hogy amikor múltkor felmentem ilyen a YouTube-ra, és elém került egy saját dalom, amit én írtam, és egy műsorban elő is adtuk, így elkezdtem sírni, hogy olyan szép, és olyan hogy dalai vagyok, vannak. Hogy nem írok dalokat, de tényleg, tehát, hogy elképesztő hogy dalai vannak. Egyszerűen tényleg, igaza van a Gabinak, tehát kellene alkotni, csak kellene egy jó alkotótárs, mert ugye mi tanulatlan zenészek vagyunk, tehát mi nem tudunk kottázni, nem tudunk zongorázni, igen, mi hallás után tanulunk dalokat, bármit megtanulunk tényleg, azt gondolom, és nem tudjuk lekottázni. Ez egy hiányosság, de... A zeneiparban egyébként ezt érzitek? Tehát, hogy éreztetik ezt veletek? Nem. Mások? Nem. Motivál az, hogy a legendák, a nagyöregek, a Charlie, a Damien, Samló, Isten nyugasztalja, nagyon elismernek minket Szörényi Brody, és mindenhova hívnak, az Illésre hívtak. És akik most nagyon sikkes bandák, azok valahogy nem kooperálnak velünk annyira. Verával talán jobban, velem nem, mert annyira kialakult ez az undergroundba, hogy aki a médiában vagy a mainstreambe szerepel, azt zsigerből hátat fordítanak neki, és szerintem ez egy nagyon rossz. Már úgy érted, hogy műsorokban szerepel mondjuk? Igen, vagy a bulvárokban megjelenik, még akkor is, hogyha igényes bulvárról beszélünk, hogy ezek valahogy annyira elzárkóznak, és régen azért működött jobban a szakma, mert a nagyöregek fölkarolták a fiatal tehetségeket, akik
akiket ők elismertek, hogy jók. Na ez most ketté szakadt, egy nagy szakadék hasat a sikkes bandák, és azok között, akik mondjuk a mainstreamet választják. Mm. És ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, megmondom őszintén, mert nekem nagyon-nagyon fájó pont, mert nagyon vágyom arra, hogy én ilyen fesztivál színpadokon énekelhessek. Nagy színpadra vágysz? Igen, mert azt gondolom, hogy jár meg nagy színpadokat, inkább talán arra a hangulatra, nem, hogy egy ilyen fesztivál ad. Igen, és az, hogy olyan zenét raktunk össze, ami tök egy olyan menő fúzió, amit én tényleg bátran azt mondom, hogy világszerte ki tudnék rakni. Tehát egy olyan zenekari felállást, egy olyan hangszerelést, minden megvan hozzá, és egyszerűen van egy szakadék, ami nagyon nehéz most, mert így bezárt ez a kör. Mondtátok, hogy ki a bulis, ki a nem bulis, azt gondolnátok, hogy a Gabi a bulis, én pedig én vagyok a bulis. Én vagyok az, aki vadócabb volt, én vagyok az, aki nehezebb volt egy kicsivel, tehát hogy soha, tehát ugye egy csomó minden, tehát a külsőségek nagyon elvihetik az embereket. Azt gondolnánk, hogy egy mondjuk amikor 130 kiló voltam, akkor biztos ez a lány ez bevonul a szobájába, és akkor ott ül a sarokban. Nem, tehát én nem voltam az a típus. Én voltam a buli középpontja, én voltam mindig a buli kitalálója, hova menjünk, mit csináljunk, a tyúkanyú, aki körbevette. After a Tótveránál. After a Tótveránál, tehát hogy én mindig egy ilyen buli királynő voltam, és a Gabi nem. Tehát, hogy már itt megbukik ez a dolog. Tehát róla aztán lehet tényleg mindent képzelni. Egy nyugis csaj, aki este, amikor otthon van, szeret egy pohár bort meginni, és akkor a párjával elmenni aludni. Mert ez egy társas lény. Én meg kevésbé vagyok társas lény, tehát én inkább egyedül szeretek lenni. Kusosz. Egyedül szeretek lenni. Szeretek otthon ülni a kutyáimmal, csodálni őket, röhögni rajtuk egyedül, pofázni magamban. Akkor te egy most tehát, jó vagy egyedül, nem? Tehát, hogy azért én abszolút jó vagyok egyedül, de azért mostanában már azért 33 évesen a gondolat elkapott, aha, hogy de jó lenne, hogyha anyuka lehetnék. Igen, van egy nagyon kérdés. Ezt kapjátok, megérzitek ezt? Nagyon, igen, családban is azért olyan, az anyukátok is azért reggel ott a kutyákat simogatva, néha így rám nézett, hogy hát most egyelőre kutyák, aztán azért örülnék már. Igen, tehát ő örülne hogy, neki. Tehát, hogy biztos azért van egy ilyen nyomás. Nincs. Anyu részéről semmi. Társadalmi senki nyomás van, mint mindenben Magyarországon. Társadalmi sem. Tényleg? Amúgy nem kapom. Részemről van, saját részről. Ez azt mondom, hogy belül, ez azért belülről működnek ez ezek a... nekem, tehát most elkezdődött. Ez, kérdeztem egyébként valakitől, hogy ez normális? Igen. Sőt, hogy igen, ez normális. 18 éves korom voltam, vagy inkább 15 éves korom voltam, mulatok. Muli királynő, köszönjük szépen. Most fék. Most így elég volt. Párkapcsolat, család. Igen, sosem fogom magam meghazudtolni, és mindig is egy buli királynő leszek, és valószínűleg a gyerekem imádni fog, mert ugye én leszek az, aki a muter, aki jó fej, és el lehet menni vele mindenhova. Hát, mint a ti anyukátok. Igen. A muter, aki jó fej, meg a nagyi. A legjobb barátnő. És közben a méltóságomat is meg szeretném a gyerekem előtt őrizni, és azt nem fogod nehezen tudni. Az a baj, az internet nem felejt. Anya, te tényleg? Na most találtam még egy öt linket. Jaj, de béna vagy. Tényleg ebben a műsorban sűrisztél. Úr. És te nálad, Gabi? Most boldogság van, és akkor... Igen. Azt tudjuk, hogy szerelem van. Igen, nyugalom van. Tehát, hogy nagyon furcsa, mert ilyen megérkezem, furcsa nyugalomérzés szállt el a Gábor mellett igaziból, és igen, gondolkodom én is ezeken is foglalkoztat, de most így próbálok minden napot így a jelenbe megélni ebben, mert annyira magányos voltam, és úgy vágytam arra, hogy majd szeretve legyek, hogy most ez a legfontosabb, aztán ez majd itt volt. Oh. Nem csak ős. Ma még nem sírtál. De hogy is, nem is fogok. Nem. Akkor még esküvő, még akkor. Én annyira mennék már egy tök jó ilyen házatom, lakzira, és egy a buli királynőnek add meg, hogy mehessen, aztán utána ő is lehúzza a rolót, tudod? Nem feszegetjük ezt a témát, egyébként vagyunk, aztán ha majd úgy lesz, akkor nyilván, akkor majd úgy lesz. Amúgy még egy dolog. Na, neked még van, én már nagyon éhes vagyok. Gyorsan, csak még az esküvő jut eszembe, és az a Verának szól ez a gondolat, hogy, és lehet, hogy ez buzdítás is. Lehet, megkérje a kezed már. Nem, hanem hogy egyébként az Adri is benne lesz a sztoriban, hogy amikor volt az esküvőm, akkor nagyon szerettem volna veled egy duettet énekelni az esküvőnkön. Nem volt elég pénzem egyébként, egész konkrétan ez volt. Tudom, hogy te vagy az akkor. Hát mindegy,
már. Mindegy, így volt. De ez nem gond. Ez nem gond. Viszont én nem is tudtam ezt. Mindegy. De hogy és Éliás Gyulával énekeltétek a lennék, még úgy lennék az a címe. És hogy ezt akartam énekelni, és már kitaláltam, hogy eljöjjek az első verzét, meg a második fel, és belép a halál. Na, de ezt ma este pótolhatnánk legalább egy pár sor elejéig, ha vállalod azt. De várj csak, hogyha a költségvetésbe bele. Igen, nem tudom. Van nálam bankkártya, ha esetleg. Szerintem lássuk meg, hogy szerintem együnk, így még egy kis bort. De van kedved, én annyira örülnék neki. Én azt nagyon szeretem azt a dalt. És én hadd legyek egy könnyű csepp az arcodon, vagy virág a sírodon, így emlékeznék rá. Neked hadd legyek én a sors, a végzeted, hisz hozzám fűz az életed, ezt nem értheti senki más. Úgy lennék, így van, fenn az édes otthonod, a tested végleg elhagyod. És most jön az a részem, hogy csak te tudsz? Úgy lennék. Ez a vége. Köszönöm szépen. 5 évet kellett levárni. Azért csak csapjál. Na most mi elénekeltük Verával ezt a dalt, de az én kedvemért, de most legyen valami olyan, ami tényleg jó, úgyhogy megkértük a Verát meg a Gabit, hogy egy kicsit jamozzanak, jameljenek Misibával, aki a birtok tulajdonosa. Ez most jön, aztán elköszönünk, mert ez nap véget ért. Yes. Tetszett a műsor? Van ott még, ahonnan ez jött, ne maradj le róla. Iratkozz fel! Itt.